Négy jogi szakértő tett vallomást a Donald Trump ellen induló alkotmányos vád eljárás során. Az amerikai képviselőház jogi bizottságának feladata, hogy hivatalosan is vádat emeljen az elnök ellen, ha jogilag is megalapozott a gyanú. Ezért volt szükség a jogászok bevonására. Ha ezen a ügyek miatt nem indítható eljárás, akkor semmi miatt sem. Ezek pont azok a hivatali visszaélések, amik ellen az alapító atyáki védekezni akartak az alkotmány megírásakor, mondta az egyik jogász professzor. Elborzasztotta volna őket, ha az elnök egy külföldi hatalom segítségét kérte volna az újraválasztásához. Trump elnök pedig épp ezt tette, mondta egyik kollégája. Ha az elnök nem működik együtt az eljárásban, akkor ezzel a törvény fölé helyezi magát. A vádemelési eljárás pont az ilyenek ellen véd. De a negyedik, a Trump pártiak által kijelölt jogász szerint a vizsgálat elhamarkodott és előkészítetlen volt. Ez a modern történelem leggyengébb ügye. Ha megnézzük, milyen hatalmas mennyiségű bizonyítékot gyűjtöttek Clinton és Nixon ellen, azokkal összehasonlítva ez semmi. Ha a meghallgatások után a képviselőháza megszavazza a vádemelést, akkor a szenátusnak le kell folytatnia az eljárást. De ott a republikánusok vannak többségben, így valószínűtlen, hogy felmentik az elnököt.